Köszönöm mindenkit a rendes soros tanácsülésen. Mielőtt neki foglalkozom, a volt mindenkinek kiküldve az évkönyvben, hogy 28 márciusban volt a gyűlésünk, ahol kapcsolatosan van a kérdése, hozzászólása. Na nincs, akkor kérem, szavazzunk ki, mondom mellett, hogy elfogadjuk a március 28-ai edzőkönyvet. Megkérem a polgármestert, hogy a napirendi pontokat ütesse be. Kedves képviselőasszony, edzőasszony, tisztelt képviselő urak, szeretettel üdvözlök mindenkit ezen az e-havi soros tanácsülésünkön. 8 napirendi pontból álló, 8 pontból álló napirendet szeretnék bemutatni, illetve egy 9. napirendit is pontlólagosan javaslok a napirendből felvételre. Ezek a következőkből állnak. Az első pont keretében javaslom az idei 14-es számú határozatunknak a visszavonását. A másik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni egy olyan övezeti rendezési tervet, amely kereskedelmi övezet létrehozásáról szól. A harmadik napirendi pont keretében a helyi lunchprogramban való részvételünket javaslom támogatni. A negyedik napirendi pontban egy személy meghatalmazást javaslok adni az Aquakov közösség közötti fejlesztési társulás egyik lépésének a közeműködésében. Az ötödik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni Balotváros költségvetésének módosítását. A hatodik napirendi pont keretében a jövő évi adót és illetékek indexálását a tavalyi infláció szerint. A hetedik napirendi pont keretében módosítani a polgármester hivatal organogramját és státusjegyzékét. A nyolcadik napirendi pont keretében pedig egy közvagyonban lévő ingatlan telekkönyvi helyzetének a kiigazítását. És a 9. napirendi pont, amit javaslok beiktatni, az a kulturális, sport, ifjúsági projektek, valamint az egyházak támogatására kiírt programunkra beérkezett pályázatok elbíráló és fejlevező bizottságának a jóváhagyása. Kérem tisztelettel ezzel a 9 ponttal elfogadni a mai napirendet. Köszönjük szépen! Kérem, szavazzunk arról, hogy kimondom mellett, hogy elfogadjuk a napirendi pontokat így ezzel a plusz 9-es határozattal. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az első napirendi pont keretében javaslom, hogy az idén február 28-ai soros tanácsülésünkön hozott 14-es számú határozatokon vonjuk vissza, amely az Aquakov közösség közötti fejlesztési társulás 2023-2030 közötti fejlesztési stratégiának a jóváhagyását foglalta magában. Egy procedurális hiba történt, a transzparencia nem volt előtte lejáratva, mi ahogy megkaptuk az Aquakovtól, ezt napirendre tűztük és az önkormányzat el is fogadta, viszont az Aquakov maga nem járatta még le az átláthatósági törvényben írt bizonyos procedurákat, ezért kérem, vonjuk vissza, és amikor lejár, valószínűleg már a jövő hónap folyamán újra napirendre kerül. Köszönjük! Valakinek kérdése, hozzászólása? Amiben nincs, akkor a Hármószak Bizottságot kérdezem. Hármószak Bizottságon tárgyalatok és elfogadásra esély. Köszönjük! Kérem, szavazzunk ki, mondom, mert hogy elfogadjuk az első napirendi pontot. Köszönjük! A második napirendi pont keretében egy övezeti rendezési terv, tehát plusz jóváhagyását javaslom. Ez az övezeti rendezési terv a Csíki féle malom és a Penny üzlet közötti terület rendezésére szól, amely a városunk belterkén található, és egy cég ide szeretne egy olyan épületet húzni, amely néhány száz négyzetméteres nagysággal különböző ház díszítési, lakás díszítési elemeket árulnak. Az urbanisztikai ösztán átnézték ezt a bizonyos övezeti rendezési tervet, rendben találták, szükséges a végső jóváhagyás az önkormányzat részéről, javaslom támogatásra ennek az elfogadását. Köszönjük! Kérdés az zászlónás, találkozásra. Ha nincs, akkor a Kártyás Szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságot kérdezem.
Köszönjük szépen. Akkor kérem, szavazzunk ki, mondom már lehet, hogy elfogadjuk a kettes napi rendi pontot. A harmadik napi rendi pont az, amiért a mai napon tartjuk ezt a gyűlést. Holnap indul és jövő pénteken fejeződik az a periódus, amikor a romániai helyhatóságok feliratkozhatnak arra a helyi honosprogramnak nevezett programra, amelyet a környezetvédelmi alap keretében bonyolítanak le, és amely arról szól, hogy minden egyes tulajdonosnak, akinek 15 évnél idősebb autója van, viszont az elmúlt 5 évben eznek tulajdonosa volt, és itt valóta van bejegyezve az adózásra, az 3000 lej ellenértékében megszabadulhat ettől a régi autótól, a 3000 lejt pedig a következő arányban fizeti, 80%-át az állam a környezetvédelmi ügyészségen keresztül, 20%-át pedig az önkormányzat. Ebben az évben, hiszen a minisztérium azt mondta, hogy minden évben meghirdetése kerül majd ez a program, ebben az évben 50 autónak a felvásárlását javaslom, amelynek a teljes költségvetése 150 000 lej, amelyből az önkormányzat a 30 000 lej hárul. Mivel holnap indul ez a program és szeretnénk feliratkozni, jelezték is többen az állampolgárok, hogy van leadni való autójuk, kérem tiszteletben ennek az elfogadását. Köszönjük. Valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincsen, akkor ez egy eszembizőcsak. Szeretném a kérés, érkezik be, akkor ezt meg lehet növelni ezeket a számokat, csak jövőben lehet. Ebben a pillanatban úgy tudjuk, hogy erre az esztendőre, amit most bejelentünk, körülbelül 10 és 20 közötti azoknak az autótulajdonosoknak száma, amelyek eddig jelezték az igényüket. Ugye ez a program már a tavaly nyáron el volt indítva, az ősszel majdnem meg is nyitották, többször el volt halaszva, úgyhogy szélesen tudtak tájékozódni a lakosság részéről a sajtóból, írott sajtóból vagy elektronikus sajtóból is. Azt gondolom, hogy ha 10 és 20 közötti érdeklődő volt eddig, akkor ez az 50-es kvóta az idénre úgy gondolom elég lesz. És ennek a függvényében, hogyha a tapasztalatok azt mutatják, jövőre több autóval szeretnénk pályázni, hogyha igény van rá. Nem elolvastam, de nem kaptam ilyesmi hivatkozást. Egy ember egy autót tud leadni? Vagy többel is tud, hogyha... Nem írja ezt a szabályzatban sem, tehát nem csak a milyen szabályzatban sem, hanem azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy fizikai személy leadjon egy autót, ezeket a feltételeket kell teljesítse. Nincsen kitétel a számukra. Köszönöm szépen, más kérdés? Már van terjedt a városban is, hogy csak elindul ez a program. A kérdés jött, hogy van egy olyan talán, hogy 5 évig felfogva tulajdona, ahol kell legyen. Igen, így van. És tehát mi van a kérdés... esetben, itt jött a kérdés, a közben örökül. Egy ilyen autót, ami ebből a kategóriával is leadni. Igen, nem tudok erre most ebben a pillanatban válaszolni, feltesszük a kérdést és választunk kapira. Tehát ezt írja a pályázati kiírásban, hogy 5 éve a saját tulajdonában kell legyen, illetve egy olyan nyilatkozatot kell adjon, hogy a következő 3 évben nem vásárol Euró 5-ös, vagy pedig annál alacsonyabb szennyezettségű autót. Nem tudok erre most felállni, utána nézzünk és amikor tájékoztatjuk a lakosságot, tehát ugye most ebben a következő hétben megtörténik az önkormányzat bejelentkezése, mikor azt elfogadták és látjuk, hogy az 50-es kultájának fogadva, akkor értesítjük a lakosságot is, az újságban, valamint a Facebookon is, és arra tisztázunk ezt a kérdést. Köszönöm. Más kérdés? Nincs, akkor az egyes szakbizottságot kérdezik. Szakbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozattervezetet. Köszönjük. A kettes szakbizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönjük. Akkor kérném szakbizottságot, kivonom mellett, hogy elfogadjuk a város napi rendjelentést. A negyedik napirendi pont keretében szükség mutatkozik arra, hogy az Arkakov közösség közötti fejlesztési társulás statutumának a második módosításához minden egyes önkormányzat, amely tagja, tehát 45 önkormányzat tagja megyéből, delegálni egy képviselőt, aki szavazati joggal rendelkezik. A mellékelt anyagban önök látták, hogy miről szól, gyakorlatilag a tarifálási stratégiáról szól a legtöbb része ennek a bizonyos statutum módosításnak. Javaslom tisztelettel alulírított polgármester mandátumának az igazolását ebben a kérdésben. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása az elkapcsolatban? Ha nincs, akkor az egyes szabítocsalót kérdezünk.
Köszönjük. Kérem, akkor szavazzunk ki, onnan mellett, hogy elfogadjuk a négyes napi rendjegyzetet. Az ötös napirendipont keretében szükség mutatkozik a költségvetésünk módosítására az alábbiak szerint. Az egyik a rendes konszolidált költségvetésre vonatkozik, amelyben csak egy olyan módosítást kell tegyünk, hogy egy adott támogatás, ami a közegészségügyi igazgatóságon keresztül jön a nálunk dolgozó, a bölcsődéni napközénél dolgozó orvosi asszisztens számára, az eddig a 21A33-08-00 számlán keresztül érkezett be, ettől arra felé pedig a 21A42-66-00 számlán keresztül kell beérkezzen. Ez a tavalyi évre egy 64 ezeres összeget jelent, ez már benne volt a költségvetésben, csak nem erre, hanem arra a bevételi számlára kell rátegyük. Ami a beruházási listát érinti a költségvetésünkből, ott bejött 15.830 le, kiküldött anyagban még 15.010 le szerepel, de ez a tegnapi nappal 15.830 lehet jelent, ami ugyancsak az üzemterv bizonyos hozzájárulásából jött be a gazdák részéről, akik ugye mostanában váltják ki az APA-hoz az igazolást, és egyúttal fizetik azt a 32 lejes egységállat a hektáronként üzemtervezésre. És ezt a következőképpen javaslom elkülöníteni. Az egyik 11.990 lej az Adeli Többházba szükséges gázkazán megvásárlására, illetve 3.820 lej az eredetileg javasolt miklósvári óvodára való költéstől eltérően egy fűnyíró megvásárlására, amely azért szükséges, mert eddig csak dominós kaszákkal rendelkeztünk, és azzal azokat a lapos területeket, mint a városközpontban lévő területek is, hát nem gyepkívülő módon lehetett lekaszálni. Ezek a felületek úgy gondoljuk, hogy inkább a fűnyíróval eredményeznek egy jó gyepet, és javasoljuk, hogy 3820 lett erre különítsünk el. Köszönjük. Kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérdezném az egyes szakbizottsághoz. A szakbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozat területet. Szépen, kérem, akkor szavazzunk ki, van mellett, hogy elfogadjuk az ötös napirendi pontot. Köszönjük szépen, a hatos polgármester is. A hatos napirendi pont keretében az önkormányzatnak a kötelezettsége, hogy április 30-áig évente elfogadja azt az inflációs rátát, amely az előző évben volt érvényes, a következő évi adókra és illetékekre. Ez, mint most már tudjuk, 22-re 13,8% volt, tehát kérem tisztelettel elfogadni azt, hogy a következő adókat és illetékeket 13,8%-os tavalyi inflációs rátáról fogja majd kiigazítani az önkormányzat az év végén, amikor konkrétan sor kerül a helyi adók és illetékek 2024-re érvényes mértékének a megállapítására. Köszönjük szépen! Kérdés, hozzászólás, napirendipont kapcsolatban? Ha nincs, akkor az egyes szakbizottságot kérdezem. A szakbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Ezt azért kell, polgármester úr nem említette, ezt kell tudni, hogy ez tulajdonképpen egy kötelezettség számunkra, tehát ezt nem mi döntjük el, ezt a román állam mondja meg, hogy így kell eljárni. Azt hiszem, így is kezdtem, hogy 30-áig el kell fogadjuk. El kell fogadjuk, de azért, mert tehát a kötelezettség és a szám érték az ennyi, tehát az adott. Az évi indexálásban ez a minimális kötelező szint az infláció. Az önkormányzatnak az inflációs szint és 20% között van lehetősége adó igazítást tenni. A minimumról van szó, meg kötelező elfogad. Így van, funkcionálatok. Köszönjük szépen, akkor kérem szavazzunk, kívánom már át, hogy elfogadjuk a hatos napi rendjegyzetet. Köszönjük szépen. A hátás napi rendjegyzet. A hátás napi rendjegyzet keretében javaslom a polgármester hivatal organogramjának és státusjegyzékének a módosítását a következő három ponton. A vagyongazdálkodással és közbeszerzéssel foglalkozó irodában található üres, fő szakmai besorolású, 5 év szakmai régiséggel elfoglalható tanácsadó posztot alakítsuk át asszisztens szakmai besorolású, 1 év szakmai régiséggel elfoglalható tanácsadó posztba, azzal a szándékkal, hogy a versenyvizsgán való részvételt minél több jelölt számára lehetővé tegyik.
A posztmunkaköri leírása szerint műszaki végzettséggel rendelkező szakember jelentkezhet majd a versenyvizsgán. A második tételben a szociális igazgatóságon levő felsőfokú végzettséget igénylő szerződéses tanácsadói posztot a titulális alkalmazott gyermeknevelési szabadsága idejére átalakítottuk középfokú állással, a poszt ideiglenes elfoglalását elősegíteni. Mivel a gyermeknevelési szabadság idén nyárra lejár, szükségessé vált ennek a posztnak visszaalakítása arra a szintre, amelyen a titulális alkalmazott munkaviszonyának felfüggesztésekor volt, tehát a kettes szakmai besorolású felsőfokú tanulmányokat igénylő tanácsadóra. A harmadik pont keretében pedig a szociális igazgatóságon létrehozunk még egy egészségügyi asszisztensi állást az új iskolában megnyitandó fogászati kabinet számára. Szükséges elmondani, hogy az egészségügyi asszisztensnek a fizetését teljes egészében az állam fedezi a közegészségügyi igazgatóságon keresztül. Ebben a pillanatban a három iskolai intézményben egyetlen egy asszisztensünk van és nincsen orvosunk, fogorvosunk. Ezzel a kiegészítéssel és elég a személyzet is jelentkezik rá. Mind a három intézményben lesz egy egészségügyi asszisztensünk, és amikor sikerül az épületeket arra szintre hozni, hogy ki is tudjuk alakítani a fogászat és az orvosi kabinetet, akkor orvost és fogorvost is tudjuk már alkalmazni. Így mind a három intézmény el tudja látni ezeket a feladatokat, amelyeket a egészségügyi érdekében szeretnénk megtenni. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása ezen kirendi konfesszió? Amennyiben nincsen, akkor a hármas szakbizottságot kérdezem. A szakbizottságon megtárgyaltuk és elfogadásra javaslunk. Köszönjük szépen. Kérem, akkor szavazzunk ki, honnan már hogy elfogadjuk a hátásnak kirendi pontot. Köszönjük. Nyolcas polgármesterét. A nyolcas pont az egyik a köztulajdonunkban lévő ingatlan területének a kiigazításáról szól, konkrétan a Bodosi Kultúrotthonról van szó, ez még került két alkalommal is az önkormányzat elé. Először a tavaly szerettük volna egy lépésből megoldani azt, hogy egyrészt a terület változása nélkül határvonalat módosítjuk a szomszédos közbirtokossággal, ugyanakkor a 7-es törvény rendelkezése értelmében, mivel fizikailag a határon belül több négyzetméter található, mint amennyi a telekőben van beegyezve, kiegészítettük volna a határérték 15%-ával. Ezt a prefektúra úgy gondolta, hogy nem tudjuk megtenni egy lépésből, ezért elvártuk kétfél, az első lépésből túl vagyunk, ki is jött az a telekkönyv, amelyel megmódosítottuk a határvonalat a szomszédos közbirtokossággal, de anélkül, hogy a nézetmétereket megmódosítottuk volna, és akkor most második lépésben 15%-kal megnöveljük ennek a kultúrotthonnak a területét, 522 négyzetméterről 588 négyzetméterre, és ezzel tudjuk a kultúrotthon déli részén felépített bárként funkcionáló épületet és az előtte lévő területet is bevenni teljes egészében a tulajdonunkba, és így azt jelenti, hogy nem marad üres forrá, ami ezen kívül volt, az út területében van bevéve, amiben ezen a vonalon belül van, akkor a kultúrotthon területében lesz bevéve. Még lesz majd egy harmadik lépés, amikor az úthoz telekönyvező szelektív hulladékgyűjtő szigetet megosztással kivesszük az útból, és akkor teljes egészében a kultúrotthon, az előtte lévő út, illetve a szelektív hulladékgyűjtő sziget dolgot teljesen rendezünk. Kérem tisztelettel ennek a támogatását. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs, akkor a kettes szakbizottságot kérdezem. Kérem, akkor szavazzunk ki, van már, hogy elfogadjuk a 8-asnak irányítottól. Akkor a 9-est. A 9-es napirendi pont keretében javaslom az önkormányzatnak, hogy nevezzen ki bizottságokat a beérkezett kulturális, sport, fiatal ügyi táplálkozatok elbírálásához, valamint az egyházak támogatásához. Ez konkrétan a 350-es törvény, 2005-ből származó 350-es törvény, valamint a 98-ból származó 51-es kormányrendelet értelmében kell megtennünk, beérkeztek a pályázatok, és ezért szükséges kinevezni három bizottságot. Egy bizottságot kinevezni az 51-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a kulturális jellegű pályázatok elbírálására. Ebben 5 személy kell részt venni, amelyből 2 lehet az önkormányzathoz tartozó személy, és így javaslom, hogy az önkormányzat részéről legyen benne a kulturális bizottság elnöke,
Azon kívül a második személy legyen a polgármester szakapparátusokból kinevezett személy, és három olyan specialista, aki kulturális programmal, tevékenységgel foglalkoznak, vagy pedig kulturális projektek evaluálásával, és így delegációval kérjük, hogy a Botbéter megyei könyvtár, a Kovászna megyei művelődési központ, valamint a Sepsiszentgyörgyi Népfőiskola delegáljon egy-egy képviselőt ebbe az elbíráló bizottságba. Ugyanakkor kell egy felnevezéseket elbíráló bizottság is a kulturális pályázatokhoz, és ahhoz azt javaslom, hogy legyen benne az önkormányzat részéről a kulturális bizottságnak a titkára, egy alkalmazott a polgármester szakapparátusából, illetve a megyei könyvtár, a művelődési központ, valamint a népfőiskola részéről egy-egy képviselő. Ugyanakkor javaslom azt, hogy egy olyan bizottságot nevezzünk ki, amely a sport és ifjúsági pályázatok elbírálását, valamint az egyházaknak megítélendő támogatások elbírálását végzi, ez szintén 5 tagú kell legyen, ebben legyen 2 tag az önkormányzat részéről, az első, az egyik tag a gazdasági bizottság elnöke, a másik a városrendezési bizottság elnöke, és legyen 3 olyan alkalmazott, amelyet a polgármester szakapparátusából nevezünk ki. A nevesítéseket szándékosan nem mondtam, az önkormányzat ezeket hagyja jóvá, és a konkrét nominalizálást pedig polgármester rendelettel fogunk elvégezni. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönjük szépen. Itt ha lehet, akkor egy kis szünetet kéne beiktassunk, hogy az a szakbizottságok tárgyalják, tehát egy minimális időre. Benne, akkor egy szünetet ittatunk be, a szakbizottságok tárgyalják meg ezeket a kérdéseket. Hát a három szakbizottságról most megbeszéltük, támogatjuk a javaslatot. Annyit kérés esetleg, hogyha a nevesítés, amennyiben lehet, elhangozhatnak akkor a bizottságot. Nem lehet? Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Azért van így fogalmazva. Majd azt írja benne, hogyha tudom, tudjátok megnézni a határozatot, hogy a nevesítést akkor húzzák tudomására mindenkinek, miután az elbírálás értem, és akkor mi van, ha elfogadódik, és a nevesített személyek nem vállalják a dolgot, akkor újat keresnek? Hát nincsen, mi nevesítünk. Ja, tehát a polgármester ezek után, a határozat után még rendelettel majd nevesíti őket, és majd akkor hozzá tudomásra, amikor elvilálták az ötletet. Az intézményekkel megbeszéltük. Értem. Tehát a külső intézményekkel megbeszéltük, hogyha valakinél érdekkonfliktus lép fel, az akkor fogja jelezni, mert valami, azt nem tudjuk pontosan, de... Benne. Elfogadásra javasol. Köszönjük szépen. Akkor kérem szavazzunk. Ki van a barát, hogy elfogadjuk a 9-es napirendi pontot. Köszönjük szépen. Akkor a különféléknél vagyunk, hogyha valakinek van kérdése, fogalmazza meg és tegye fel. Elfogadósan a napirendi pontot, hogy lehet-e többi körében, mikor lesz az elfogadás. Szabályozat konkrétan úgy van, hogy bejöttek a pályázatok, a holnapi nap a levelezés is megtörténik, tehát az illető intézményekkel megvan a szóbeli egyesség, hogy delegálnak, a nevesítést azt meg fogják hétfőig tenni, és amikor a külsőtől megvan a nevesítés, akkor szeretnénk, hogy a jövő héten ez az elbírálás is történjen. Az elbírálásnak az eredményét ki kell közölni, 3 munkanap lesz a megfelelvezésre, és a ha nem lesz fellebezés, akkor lehet a szerződés, akkor lehet tanács határozat elé hozni azt az elbírált listát. Tanácshatározati elfogadással lehet megkötni a szerződéseket. Ha ez fellebezés, akkor a fellebezési bizottság megkötni a kérdést. A fellebezés letegését is számított 10 munkanapon belül. A sport, ifjúsági és egyházi támogatásokra nincsen fellebezési procedúra, tehát ez csak a kulturálisokra érvényes. Én kezdtem akkor a kérdésem, de előbb beszéltünk a tűnőjogékből. Lehetne olyan gépet is vásárolni, ami állod a tűnőjogot, hogy a jövendőbeli szelektív személyt álló keretből lehet. Tehát van a tegalban egy olyan szerződésünk, hogy, amely kitér arra is, hogy az
általunk lenyesett algokat, farészeket, bokrokat, felszállítjuk a felső platformra, és ők időként elmennek és megőrülnek. Tehát ők hozzák az őrülőképet. A polgármesternek tudják a pontos menetét, hát ez már többször megtörtént. Mi raktunk egy óriási balmot, ők kijöttek és megpróbálják összeerülték az egészet egy 20 méteres konténerbe sejtették. Tehát úgymond bió szemétbe elviszik az algainkot, van amikor kijönnek a géppel őrülik, van amikor pedig konténerbe rakjuk és konténerre rászállítjuk. Tehát nem kerül elégetés, nem kerül eldobásra, amit mi közterületről, vagy sokszor még magánemberektől is mondjuk levágják és kiteszik az utcára, elviszük, az beőrülése kerül és a részfalmi hulladéktelen komposztáló részt megidéz. Más kérdés? Köpászó jövőtől borult le a hallodéktalaszon, akkor a bőrülnek, tudom, hogy ott volt. Hát borulték, talán kivjelesen, tehát a megyei talához azt dolgozik, de valahogy meglátom, egy bolindien kutó, vagy az van. Nem lát minden, aki kell, hogy csak akkor bőr van itt. A főtől. Ugye azt mondta, hogy csak meglátom, hogy bőr. Akkor megbocsánat. Akkor nem szerint kérem, hogy fogjuk meg a saját levelezés idő határidején, választatás határidején belül megyünk. Bíró Béla jelezte, volt az előtt egy fél évvel körülbelül, hogy ott a keresztútnál, tehát a Algaston-Falvér-Rahalkosi keresztútnál van az a probléma azzal, a, nincs rendesen kitáblázva, hogy kinek van előnye, és én is hallottam az után is, hogy volt probléma belőle, hogy akkor volt az útügyel, vagy a megyei rendőrséggel ezzel kapcsolatosan felvével kapcsolat, vagy... Az a bőrűt szokozom, hogy felső alkotásban ülni. Elvégszem a bőrűt, az alkotásban, hogy itt is kipacik az a nincs tábla, és a legtöbb úton, hogy ő nem ismeri, nem egy a szóval, a keresztül fogunk, sokan semmi tábla. Én mondom rögtön, tehát az év végén, ha jól emlékszem, november hónap, most az körülbelül akkor vagy ezelőtt volt, a megyei tanács részét megkértük a megyei útosztály kezelő személyzetét, hogy jönnek, nézzük meg, tehát azt a háromszöget, amely a Vécéri keresztútnál van, javasoltuk, hogy mivel megyei út között van, új szegélykővel lássák át, és ha ellátják új szegélykővel, akkor ezeket a táblákat oldják meg. Kint voltak, megnézték, és azt mondták, hogy az ebben az évnek az első felében sor kerül rá. Mi azt vállaltuk, hogy az, amikor új szegélykővel megoldják, és a szegélykő és az aszfalt közötti részt még leaszfaltozzák, hogy ott legyen sáros, akkor mi feltöltjük, és fogjuk gondozni, fogjuk kaszálni ezt a háromszöget. A háromszöggel még nem foglalkoztak, de mondom, a táblát elején beszéltük meg. Meg fogjuk sürgetni, hogy akkor oldják meg ezt a kérdést. Szerintem más kérdés, amíg már nincs, köszönjük szépen a részvételt, a gyűlés bezárt. Köszönjük szépen, szép délután mindenkinek.